2008-as szezon közeledik a csúcspontjához. Bizony, hiszen nemrég zajlott a Kék Szalag főpróbájának is tartott Izsák Szabolcs emlékverseny az NIL kupáért és a Fehér Szalagért. Izsák Szabolcs az egyik meghatározó vitorlás az egyénisége volt a magyar társadalomnak, vitorlás társadalomnak, és arról bekövetkezte után, hogy utána a szövetség elnöse úgy döntött, hogy az egyik jelentős nagyhős versenyt az ő nevével filmjelzi. Aktív pályafutása befejezés után újította fel, már betegen kezdte a sirokkót, és halála után úgy döntött a Magyar Utas Szövetség, hogy az ő nevével filmjelzi a Fehér Szalagot, az egyik jelentős távolsági túra versenyt a Balatonon. Az első három túra verseny közé sorolható. Idén új színfoltja van a támogatóknak, hiszen az NIL vette gondozásába ezt a versenyt, és reméljük, hogy nem csak idén, hanem egy hosszabb távú együttműködés keretében is. Közel 160 hajó 21 osztályban indult el Füredről a távolsági versenyen. Itt volt mindenki, aki számít, hiszen a versenykörülmények kitűnő lehetőséget teremtettek a Kék Szalagra való felkészüléshez. Mielőtt belemennénk a részletekbe, gyors értékelés a szervezőtől. Volt elég szél a teljes pályához, vagy kellett rövidíteni? Hála Istennek, kegyes volt hozzánk most a természet, mert 3 év után először sikerült a pályát végig abszolválni. Remek szél volt, rajtnál volt olyan 3-4 méter per szekundumos, és ez szépen fokozatosan erősödött, úgyhogy gyakorlatilag a limit idő előtt 3-4 órával mind a 156 hajó befutott. Mi volt a táv? Füredi rajt, Kenese, Siófok és Tihany füredi befutóval. Voltak-e érdekes események a vízen? A rajtnál volt egy kis újdonság. A úgynevezett liberák rajtoltak a piros bolyánál, a többiek pedig máshol, és hát az első koncepció az volt, hogy aki rossz helyen rajtol, az ugye nem rajtolt el, DNS-t kap. Viszont mivel nem volt teljesen egyértelmű, a jastik listában nem szerepel úgy XY hajó, mint libera, egyébként pedig tényleg most már a trapézzal meg egyébben libera, tehát ettől most eltekintettünk, és a díjkiosztón azért egy ilyen enyhe dorgálás lesz, viszont a Kék Szalagra már szabályszerűen lesz ez megfogalmazva is, és teljesíteni is így kell szabályszerűen. Az élmezőny szoros csatát vívott a dobogós helyezésért. Az első 4 hajó fél órás intervallumon belül érkezett a célba. Sőt, a harmadik és a negyedik között mindössze 10 másodperc volt, ami tekintve, hogy a teljes keleti medencét körbevitorlázták a hajók, igencsak kis különbség. A harmadikként beérkező MediaContact avatar kormányosa elégedett volt a csapattal. Ilyen szél volt ma a csapatnak, ez mennyire feküdt nektek? Az indulás kicsit keserves volt, mert egy apró kis félreértés folytán a rajtunk az nem volt jó, a rossz oldalról kezdtük, kevés szél volt, és ennek ittuk a levét egész Keneséig, de utána már kicsit megélénkült a szél, és onnantól kezdve minden rendben volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen ment a hajó, jól dolgozott a csapat, úgyhogy jó volt a mai nap. Ma mentünk először a felújított verziójú hajónkkal, egy könnyű tőkesúly és 10 trapéz, és nagyon-nagyon élveztük, jól ment. Igaz, hogy ez Fehér Szalag, de a Kék Szalagon induló összes vetélytárs is itt volt. Voltak szemvillanások? Mindenféleképpen, ez még egy ilyen utolsó összemérési lehetőség, ezért jön el szinte mindenki, és látja az ember, hogy ki mit tett, meg mit ért el az elmúlt hónapok munkájával, és le lehet vonni a tanulságokat, hogy mire kell odafigyelni, melyik ellenfélnek mi az erőssége, mi a gyengéje, ahhoz képest majd nekünk mit kell csinálni, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó volt ez a regatta. Az úgynevezett rohanóhajók nem csak kívülről látványosak, a csapat munkát is élvezett nézni ezeken a csúcsgépeken. Az egyik hajón találkoztunk az Újpest FC tulajdonosával, aki meglepő módon nem foci csapata színét viselte magán. Igazi színkavalkád van itt a Róza nevű hajó, egy fantasztikus zöld póló, végül is a szíved milyen színű? Hát természetesen lila, és egyébként a hajónak a rózsán, bár itt nem látszik, van 2 gyönyörű lila csík, úgyhogy ezért felszállok a hajóra.
Egyébként mondom, ezzel a pólóval nagyon megleptek, mert ez egy övonalú ütés volt, úgyhogy ők majd kapnak egy Principessa lila pólót tőlünk. Egy foci szakértő esetében megkerülhetetlen téma a futball EB. Kíváncsiak voltunk, hogy 8 nappal a döntő előtt mit tippel a klub tulajdonos. Figyeljék csak, tényleg ért a focihoz. Én azt gondolom, hogy spanyol, holland, német, hát a negyedik az nehéz, de a spanyol, holland, német az ott lesz a négy között. És ki nyer? Hát én szeretem, hogy a spanyolok nyernének, de az, hogy ki nyer, azt nem tudom megmondani. Tehát azért itt elég sok papírforma fölborult, úgyhogy látszott a napi meccset például, ugye a törökök a 123. percbe egyenítettek. Jó meccsek vannak, úgyhogy ezt élvezem. Mit szeretsz jobban, a focit vagy a vitorlázást? Hát nyáron a vitorlázást. Összetavaszon inkább a focit. Most pedig nézzük a végeredményt. Abszolútban első a Brokernet Unika, második a Sponsor Wanted, harmadik a Médiakontakt Avatar. Nos, igen, ezzel az eredménnyel elégedett lenne egy hónap múlva a 7-szeres kékszalag győztes Litkei Farkas. 70-es cirkálóknál az Orpheus, a 40-esek között pedig a Tabu volt a leggyorsabb.